hibás itt a párosban. Az ember feje fél pohára fő. Bár a lakásban a kánikula elviselhető. Ez egy ilyen nyár, csupa szórakozás, csupa incsere, csupa zuhanyozás. Ugyan kinek jó, hogy az ember feje fél pohára fő. Azt meg kimondta, hogy a kánikula elviselhető. Ez mit aztán április. Kapu? Csodálatos a időjárás. Ezt rendezted neki? Ilyen sielni mehetünk este, ha gondolod, a Jánoshegyre. Óla. Már benn is vagyunk. Gyere, érezd magad. Ott van. Csinálhatnék úgy, mintha most lennék itt először, de hát én azért már voltam. Csinálj úgy, ahogy jól esik. Hanem Tamás. Igen? Mielőtt bemennénk. Milyen friss festék, illetve volt itt valami festő? Hát figyelj, nem. Az az igazság, hogy én úgy vagyok ezzel, hogy amit én meg tudok csinálni, azt én magamtól. Ha már éppen ilyen dolgokat firtálsz, akkor képzeld el, hogy én például itt fölvertem a követ, mert csúnya volt már. Igen? És én ezt leraktam, tehát én bármikor burkolok. És közben meg hideget, meleget, ilyenek. Közben énekelsz? Simán. Úgyhogy uram, parancsolj, köszönöm, menjél szépen előre, és akkor itt és most megkérdezném tőled, hogy mit fogyasztanál? Hát legszívesebben abból a múltkori fügepálinkából. Nem volt nagyon rossz. Nem volt nagyon rossz az íze. De most, igen, hogy nem szereztél nekünk jó időt, ezért akkor arra kérlek, hogy egy teát dobj össze. Teja? Jó lesz? Forró teát. All right. Meg ha bízom bennem, akkor. Én megbízom. Akkor benned. Megbeszéltük a dolgot. Na nézzük. Megnyomom a gombot. Nagyjából azt ennyi. Nézem, hogy a Betty nekünk itt még hagyott valamit. Bizony, úgyhogy kellő tápértéket is magunkhoz tudunk venni, hogy gondolod. Azt a mindenit, itt van. Úgyhogy mindjárt kihelyezem a tányérbe a csodálatos piskótát, mint olyat, mert úgy hallottam, hogy kedveled a piskót. Nagyon kedvelem, mert úgy terveztük, hogy te majd csüssz nekünk halat, amit mi nagyon-nagyon szeretünk tőled, de az időjárás közbeszólt. De azzal legalább dicsekedj el, hogy te azért nem csak járólapot tudsz lerakni, hanem te még le tudsz rakni nagyon szép kajákat és jó kajákat is az asztalra. Hát igyekszem. És ez honnan jött? Ugye, igazából sok mindenhez nem értek, de amit elvakultan szeretek, az a kerti sütögetés, faszénen, vagy bogrács és a többi. Az, hogy valakit kint tud sütni, azt meg lehet adni. De tudsz mondjuk csinálni húslevest, meg tökfőzeléket, meg ilyesmi? Húslevest, azt tudok. Felforrt a víz, jöhet a forró víz a kopaszra. De neked fog fájni, vigyázz! Tudom. Na nézzük egész csak. Nap fagyoskodtam miattad. Ó, te szegény. De jól fel voltál öltözve. Bizony. Úgyhogy ennek örüljön. Sapi. Úgy la. Azért behelyezek én még egy-két te a filtert ide. Úgy. Meg így. Na most akkor! A merény lett. Kirugott reggel az ágy, felizzott bennem a régi vágy. Kéne egy húni, egy honorjárs, amiért nem csinált meg senki más. Hát vettem a telefont és tárcsáztam, az összes haveromat felhívtam. Igazán írták a srácok az ötletet, s mondták a további címeket, s neveket. Fantasztikus, hogy terjed a hír, nem kellett ábrja, csak levélpapír. Délben ott állt a bérház előtt, néhány autó, egy 45. Barátom, a kedvenc szegmensembe fogunk lecsücsenni, piskótázunk, teázunk, meg ilyenek. Nézzük. Hopszaré! Mehetünk is? Csaj? Buli van a parton, a szabad strandon, velünk együtt tombol a nyár. Buli a vízben és fenn a sréger, szájvedély, senki neked is jár. Történik ezen a helyen, amikor te ideülsz? Hát mikor, hogy szomorú, vagy fáradt, vagy meditálok, de egyébként kényelmes ez. Aztán van, hogy előkapom a jó kis akusztikus gitáromat, és akkor itt elmerülgetek, és akkor itt próbálkozom kitalálni valamit. Készült egy videóklip, és maga a dal is az egyik kedvencünk, és mégsem úgy dörrent el, ahogy szerettünk volna, vagy szeretted volna. Ezt hogy éli meg Siposev Tamás? Hát figyelj, de ez egy olyan dolog, hogy az ember felméri, hogy mikor mire számíthat. Ez most nem az az éra, amikor az én korosztályomnak állna a zászló.
tehát egyértelmű, ezért én mondjuk évekig nem is igazából voltam úgymond aktív. Nem törekszem arra, hogy mindenképpen jelentkezzem a zenei piacon valami újjal, mert úgy gondolom, hogy a külső tényezők nem felelnek meg annak, hogy eljusson a hallójáratokba az, amit én ténykedek. Akkor pedig minek? Mert akkor öngól van. Én az öngolt nem szeretem, én nem szeretek fióknak dolgozni, íróasztalnak se, sőt azt se szeretem, hogyha mondjuk csinálok egy lemezt Habókra, és felteszem én a saját polcomra, majd nézegetem. Tehát az nem jó. Tehát ez a műfaj másról szól, ez a műfaj arról szól, hogy az emberekhez eljut, az embereknek tetszik jó esetben, visszareagálnak, és ezáltal kap az ember még egy löketet arra, hogy kijöjjön belőle az, aminek ki kell jönnie. Ettől függetlenül azért akarok ténykedni, egyébként megvan egy jó oldala is ennek a rossz egésznek, hogy az ember legalább nem törekszik arra, hogy meg akarjon felelni. Volt olyan, hogy mély pont? Hiszen éveken keresztül, amíg ez a bizonyos sokat emlegetett retro hiszen lendített sokatokat, akkor volt mély pont, hiszen az ember nálunk okosabbak találták ki, hogyha belekóstol a színpadba, igen nehezen hagyja azt el. De volt néhány év, amikor csend volt, nem Tamás? Hát figyelj, viszonylagos csend, tehát lényegében a felszínen nem látszik az, hogy ettől függetlenül az ember a jó éveiben megalapozott tennivalókból még azért ügyködik így úgy amúgy, tehát leginkább nyilván arra gondolok, hogy azért fellépésekre még járkál az ember. Addig is, amíg nem történik egy olyan újabb lehetőség, vagy egy olyan újabb dobás, ami megint ugye a felszínre hoz. Ezt lehetne egyébként gerjeszteni, ezt az állapotot, lehetne bizonyos lépéseket tenni annak érdekében, hogy én ott legyek, tehát arcilag, hogy mutogassam magam, ha kell, ha nem, de bizonyos dolgokra én nem vagyok hajlandó, tehát én nem ugrom pocsolyába fejest, az én arcomban nem landol torta, tehát magyarán én húzok egy vonalat, ami alá nem megyek, mert úgy gondolom, hogy ez így helyes egyrészt. Másrészt pedig mondjuk, amíg mit tudom, kiskorú a fiam, és általános iskolába jár, addig ne röhögjenek az apján, érted, hogy olyan dolgokat bevállal, pusztán azért, hogy pillanatnyilag ott legyen. Nem, erre semmi szükség nincsen. Tehát azért őrizzük már meg a büszkeségünket, akár így is fogalmazhat. Könnyű vagy nehéz embernek tartod magad? Mindenképpen nehéz. Tehát nem vagyok egy egyszerűen elviselhető pali. Az ember azért a nem túl kedvező időszakokat sajnos hazahozza, és nyilvánvaló, hogy azok, akik velem egy háztartásban leledzenek, ők érzik igazából azt a kellemetlen vibrációt, ami ezekkel a nem túl jó periódusokkal együtt jár, de hát könyörgöm, tehát kinek a szakmájában nincsenek mélypontok. Szerintem mindenkinél vannak átmeneti zavaros időszakok. Úgyhogy ez egy ilyen történet. Tehát gyakorlatilag, ha jóban együtt tudunk lenni, és azt tudjuk élvezni, akkor el kell viselni a kevésbé jól működő periódusokat, és ennyi. Mert kell a szerelem, kell, hogy valakire várj, talán a szerelem még úgyis jó, ha fáj. Mert kell a szerelem, kell, hogy valakire várj, talán a szerelem még úgyis jó, ha fáj. Gondolom büszkeséggel tölt el, amit mögöttem és mögöttünk a falon van, úgyhogy megkérlek, hogy kicsit foglald össze, hogy mit látunk éppen itt. Hát itt tulajdonképpen attól tartok, hogy arany és platina lemezek találhatók a falon. Hát nyilvánvaló az a szép nagy, az még abból az érából származik, amikor ugye CD nem igazán volt, ezért az aranylemez mérete mint olyan is, hát egy bakelit méretű és alapú történés, hát a többi pedig 90-es évek derekáról származik. Itt egy egyfülű nyúl. Ó, na, ezt ki ne hagyjuk a szórásból. Ő az Otto díj, hogy miért pont indián, hát ki tudja. A lényeg az, hogy 94-ben a Bravo popzenei magazin népszerűségi első díját kaptam meg. Szerinted ki volt a második? Nem tudom. Michael Jackson.
Wow! 10 év múlva. Ó. Te meg én itt ülünk és beszélgetünk. Legyen úgy, jaj, de jó. Szerintem miről fogunk beszélgetni, hogy mi lesz veled, lesz-e új sláger, járod-e még az országot, stb. Stb. 10 év múlva. Hát ki tudja. Tehát igazából... Mit gondolsz? Hogyha még most járom, akkor 10 év múlva miért ne járnám? Tehát én úgy gondolom, hogy alapvetően, hogyha az ember egy megfelelő érában azért letett úgymond valamit az asztalra, öntöm ilyen nélkül mondom ezt, akkor miért ne lenne igény a továbbiakban is arra, hogy halljuk a Nincs Baj Baby-t, halljuk a Bulivant, halljuk a Trabantot és a többi és a többi. Plusz ettől függetlenül azért az ember teszi a dolgát, és én úgy gondolom, hogyha egy szerencsés csillagzat összeáll, annélkül, hogy az ember túlerőlködné magát, akkor miért ne lehetne egy felfelé ívelés megint? Ugye azért van egy pár pályatárs, aki úgymond hajlott korára lett nagy-nagy sztár. Hogyha ez nálam is így lenne, akkor tulajdonképpen előállna az, hogy kétszer már sikerült, tehát Exotic zenekarról fönn voltunk a csúcson, szólóban is nagyon szép sikereket arattam, és gyakorlatilag azért még a mai napig működik, miért ne lehetne egy harmadik intenzív periódus, hogyha én bízom azért ebben, hogy előbb-utóbb összejön. Félsz-e attól az időszaktól, ami majd egyszer eljön, igaz, hogy még sokára, amikor azt mondják majd, hogy Tamás bácsi, és meg papa, és szaladgálnak itt az unokák, és te békésen elpipázgatva sütögeted a halakat. Ezt az ember várja ilyenkor, vagy kicsit tart tőle, mint fellépő, mint színpadi művész? Hát igazából én nem is várom, de nem is tartok tőle. Tehát én úgy gondolom, hogy a helyén kezelem ezt a dolgot, ez egy normális periódus az ember életében. Amikor is egyrészt megjön egy megnyugvás, tehát bizonyos dolgokat már nem is kívánsz és nem is akarsz erőltetni, mert már megélted. Jön egy új aspektus, pontosan az unokák és a többi, akkor is akad majd tennivaló, majd megoldja az akkori periódus, hogy az ember mihez kezd, az meg hogy Tamás bátyja, simán lesz kunyhon. Hát akkor adott a kérdés, és adott gondolom a válasz is, lehet, hogy meg is válaszoltad, de azért felteszem az egyik, hogy is mondjam, kedvenc kérdésemet, hogyha találkoznék azzal a bizonyos aranyhallal, akkor mit kérjek Sipos F. Tamásnak? Ó, az aranyhal. Egyet lehet? Kér kettőt. Kettőt lehet kérni. Leginkább én azt szeretném kérni, hogy megéljek olyan háttéripari egybeállást, hogy a jövőbeni zenei terveim eljussanak az emberek fülébe. Ez az alapvetés. Ez az első lépcső, ami, hogyha minden igaz, akkor realizálódik majd. És a második kérés? A második kérés, vagy kérés, ha már a hal, hogy mondjon egy-két olyan tippet nekem az aranyhal, hogy hová lenne érdemes nekem elmenni, hogy az ő nagyobb testű, és nem kivézetten aranymi voltú hal testvérét én jól kifoghassam. Tudom, hogy te egy gurman vagy, nagyon jól főzöl, és szereted a jó kanyákat, de egészségesen élsz, és egészséges ételeket szeretsz fogyasztani. Nagy vonalakban, igen. Éppen ezért engedd meg, hogy meginvitáljalak egy nagyon kedves barátomnak az éttermébe, ahol finom salátákat és frissen sült húsokat fogunk enni. De jó lesz. Benne vagy ebben? Abszolút, hiszen a bélbolyhaim már most sikoltoznak, úgyhogy gyerünk azonnal! Enyém az ország, enyém a város, Szergely vagyok, a szerelem gyáros. Fúj a szél, és szíj a holga, milyen gyönyörű lány vagy te, Olga. Tavaly miattad állt el a hóesés. Fúj a szél, és szíj a holga,
de Olga, Moszkvában egy ágyban mennék el az oly mesés. Gyere, meghívlak egy csalira. Jaj, de rendes ez az acfész. Na kérlek szépen. Kérek egy olyat, én egy olyat. Meg egy olyat. Én eszem egy zöld levest, tegyél egy pirosat. Kérünk szépen egy zöld levest és egy piros levest. Kenyérkockát kértek? Fehér nincs. Kenyérkockát kérünk bele? Nyilván, hogy kérek. Nyilván, hogy kérünk bele. De szép ja, az a zöld leves. Fognunk egy ilyet? Nem kell, azt mondja, hogy a végén. Ja, hogy bocsánat. Ah. Szép. Milyen szép színek vannak itt ma délután. Tiédnek szebb színe van, látod? Szebb, vagy szesz színe van? Szebb. Szebb. Ó, de finom. Annyi, hogy az enyémben egyel több kockát tegyél, mint a művész úréba, jó? Hogy mégiscsak. Megint le akarsz körözni? Hihetetlen ez a csávó. Ez a feltűnési viszketegség. Ami belül viszket elviszi. Neked. Ó. Oh. Oda tette. Á. Nagyon jó. És akkor kérünk szépen még salátát is. Rendben ajánlom a moszkvantinot, illetve a cézár salátánkat. Ebben a sorrendben jó lesz. Egy ilyen és nem veszünk össze. Igen, igen. Kiváló ez így. Nekem Halló, tetszik. Keresnek telefonon. Hello, én vagyok. Azért jó, amikor már eszünk, Tamás, igen. Mert akkor lassan vége a forgatásnak, és megszabadulsz tőlem. Ja, Istenem, alig szörnyű vártam. Szörnyű volt a mai nap? Alig vártam. Na, figyelj, teljesen jó volt a mai nap, tartalmas. Hihetetlen, hogy mennyi helyen voltunk. Milyen jó autókat vezettünk. Például. Milyen jókat beszélgettünk. Például. És azt nem tudtad volna elintézni, hogy ne essen ennyire a hó meg a havas eső április végén? Nem tudtam volna. Nincs ismerősöd? Nincs. Sajnálom. Salátánkban az ötlet milyen legyen, ez a kérdés. Hát... Hú, fokhagyma mindenképpen, fokhagyma én szeretném. Mindenképpen. De most melyiket csinálod? Kapor, fokhagyma és túró. És kapor. Fokhagyma igen. És kapor. Cézárt, milyen? Abba milyet szoktad? Cézár ötletet. Nem. De az kiváló lesz. Az szerintem. Kiváló. Azért Cézár. Pont hozzá passzol, igen. Remek. Húst is kapunk bele? Van benne nagyon finom grillezett csirkemell. Van benne grillezett csirkemell. Kiváló lesz. Nagyon jó lesz. Abban nincsen tojás? Én azt teszem, amiben tojás van. Igen? Az jó, majd akkor én neked? Azt kérem. De majd megkóstolhatom, ugye? Hát nézd! Na jól van. Azért jó az a papír tartó. Igen. Mert ha megesszük belőle a kaját, akkor feltesszük a fejünkre, és nem ázunk ki. A tiéd, te fejedre kettőt is felrakhatunk szerintem, egész bátran. Hogy nehogy megázzál. Kapunk enni. Jó lesz. Innivalót is kapunk? Van valami különleges? Van nagyon finom narancsfressünk, vagy narancs grapefruit, vagy limonádunk. Ó, én hadd kérjek grapefruitosat. Én is. Igen? Igen, csak az enyém legyen jobb. Meg több. Hát itt készül? Igen, mindegyiket mi fracsaljuk frissen reggelente. Reggelente. Köszönöm szépen. Ez az enyém. Képbe vagyunk, minden megvan jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Minden jót. Ó, kiváló lesz. Ez jó lesz úgy látom nekünk. Kényelmes is. Szép is. Így van. És finom is. Te vesd le a kabátodat, én nem veszem le, mert fázom. Egész nap miattad fáztam. Én levetem. Miattam. Ez az, amire gondoltál, hogy egészséges életmódot folytassunk a mai napon? Abszolút. Figyelj, de nem fogunk elhízni. Fittek maradunk, és még a bőrünk is. Hihetetlenül. Azt szoktam ilyenkor, patent marad. Azt szoktam ilyenkor mondani, hogy magyar ember evés közben nem beszél, és mi már annyi mindenről beszéltünk ma, hogy az elképesztő. Oh. Maradt-e benned valami, amit most még egy mondatban elmondanál? Igazából én már túlbugyogtam magamat. De hogyha kiprovokálod azt az egy mondatot, akkor mindenképpen közkincsét teszem. Csak dirigáljál engem, légy szíves. Nagyon büszkén viselem a barátságodat. Oh. Köszönöm, hogy veled tölthettem ezt a napot. Remélem, hogy még lesz néhány nap, amit együtt fogunk tölteni a következő 50 évben. Minden bizonnyal. Mindjárt sírok. Jó hétvágyat kívánok. Köszönöm szépen. Jó hétvágyat. New York, Lord.
kiskatták, hol lány, csak egy rakás felhő karcoló. Most már, hogyha segbe rúgnak, akkor se vállalom. Essen a franc bele Amerikába, inkább tarajos ugrom. Ready, steady, go! USA nem vagy olyan izgató. Hiába döntöni a rádió, pár rongyos dollár millió. Megvesznek híróra Amerika, Floridában a tengerparton, fertőző az unalom. Las Vegasban éjszakánként a gyukra ment már a nyugalom. Washington utcáin tömeg nyomorva a sok Cadillac-től. A bajban szétrepednek a gatya rohasztó melegtől. Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.